Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött és szeretnék szólni csak. A Herné Varga Vésre vagyok, az IT Kormány sürgősségi után dolgozom a művét. És az ajtai fejé van a koordinátora. És én is csak azt szerettem volna, hogy eljusson az emberekhez, mert nyilván aki betegként bekerül az a térfélés, látja, hogy vannak problémák. Azt mondom, hogy egy ideig próbálják megérteni, de akárki, aki bekerül egy kórházba, kiszolgáltatott helyzetben van, és ez a kiszolgáltatottság, ez egy olyan állapot, hogy elveszi a türelmét. Mind a beteg, mind az a hozzátartozó, aki látja, hogy nem, esetleg nem látják el az idős szüleit, vagy a gyermeke már olyan régóta sír, és nem megy arra egy nővér, konfliktus helyzetet szül, és ezt nagyon kell tudni kezelni a nővéreknek. Hát óriási nagy várakozás volt július 1-én, június 30-án még a kormányzati kommunikáció egy valódi bérrendezés, béremelésről beszélt az egészségügyi dolgozóknak, bár már akkor is jeleztük mi is, és jelezte a kormányzat is, hogy ez nem mindenki ezt fog elérni. Ez valóban nem ért el mindenkihez, hiszen az köztudott, hogy a 120 ezer egészségügyi dolgozóból bizony éppen, hogy csak a fele talán, akihez eljut egyfajta bér megjelenés, vagy bérrendezésben a megjelenés, amikor a fizetési papírokat nézi, nem is véletlen, hogy kiverte ez a biztosítékot. Ezért vagyunk többek között most is itt, és folytatjuk az akcióinkat, hiszen valóban csak egy adósságkezelés történt, a korábbi bérrendezéseknek a mozgóbér kiegészítése érkezett a rendszerben, illetve vannak olyan szakmacsoportok, vagy területek, akik valóban nagyobb összeghez jutnak, például a rezidensek. De ez egyúttal feszültséget is jelent. Nem történt béremelés az egészségügyben konkrétan, és valóban sok kollégánk nemhogy a mostani bérrendezésből, hanem az előzőekből sem részesült. Nagyon sokan a rendszerben a gazdasági műszaki háttérdolgozók hosszú évek óta nem kaptak béremelést, nekik is kérjük ezt a béremelést, és kérjük azoknak az ágazaton kívül dolgozó szakdolgozóknak, szakfeladatot ellátóknak, akik a foglalkozás egészségügyben, vasút egészségügyben, vagy éppen az oktatás, vagy a szociális területeken dolgoznak. Hozzájuk is el kell, hogy jusson. Nagyon fontos a bérrendezés, hiszen mindig arról beszélünk, hogy biztonságos betegellátást szeretnénk biztosítani. Ez ma már nem fog annélkül menni, hogy lényegi béremelés ne történjen. A követeléseink 50% volt erre az évre, és 2018-ig a 100%-os emelés elérése. Hát ettől még nagyon-nagyon távol állunk. Valóban van egy olyan köztes réteg, akik nemrég lettek szakorvosok, ők lényegesen kevesebbet fognak keresni, talán majd eljut hozzájuk is egy kiegészítés, és akkor talán szinkronba kerül ez a rendszer. De azért azt nagyon jelezném, hogy például ennek a bevezetésével, vagy akár azzal, hogy a rezidensek most már egy munkáltatóhoz tartoznak, ezzel is gondok vannak, a mai napig nem állt fel ez a rendszer. Tehát az intézmények jelzik azt, hogy gondok vannak a rezidensek felvételével, vagy alkalmazásával, hiszen ezt július 1-től a rendelet szerint már más kéne, hogy megoldja, és nem megoldott, nem állt fel a rendszer. Az emberek szeretete, a szakma szeretete, tehát nagyon sokan már azért nem lépnek, mert azt mondja, hogy már 40-50 évesen nem indul el, vagy az idős szülei tartják itthon, mert tudja, hogy az ő idős szülei sem fognak ellátást kapni. Tehát nagyon sok embert nem látjuk az utánpótlást, tehát minimális, minimális. És az, hogy tanulnak, mondom, 1-2 hónapot eltöltenek egy aktív osztályon, és azt mondja, hogy ő nem, ezt itt nem, és megy külföldre. És igaza van, nem fogja tudni a családját ebből a pénzből eltartani, ellátni. Ez a nővérek
illetve orvosokra vonatkozik, de ugyanígy a minket kiszolgáló személyzet, akik olyan minimál bérért dolgoznak, úgy tudom, hogy ez a fogalom megszűnt, de 40 éves, jól képzett fiatalember műszaki osztályon 80-85 ezer forintos fizetéssel műtőkért felel, tehát a műtőnek a klímázatáért, vagy akár egy sterilizáló, vagy akár egy mosodai munkás, vagy akár egy betegszállító. Tehát mi egymásra épülünk. Egymás nélkül mi nem boldogulunk. Hiába állott a sebész, a legmagasabban képzett sebészorvos a műtőasztalnál, ha nincs, aki a beteget oda tegye. Tehát nálunk nincs ilyen, hogy ennyinek adok emelést, amit hangsúlyozom, most sem kaptunk meg, és annak nem. Nem, az egész ágazatnak követeljük az 50%-os alapbéremelését. Kire mindenkire plusz terheket ró, és valóban én nem is tudok különbséget tenni, hiszen a rendszerben mindnyájan nagyon fontos láncszemei vagyunk ennek a rendszernek, nem tudunk egymás nélkül dolgozni. Az tény, az valós, hogy az ápolási feladatok nagyban megnőtek. Tudni kell ehhez, hogy a demográfia is az a tény, hogy a lakosság előregszik, ez egyúttal azzal is jár, hogy az egészségügyi mutatók is egészen döbbenetesek. Ráadásul, hogyha kevesen végezzük azt a munkát, amelyet el kell végeznünk, nem jut olyan minőségi ellátás a betegeknek, mint ami elvárható, mint amit mi szeretnénk biztosítani. Ezeket a félelmeket, ezeket az aggályokat régóta nem most kezdtük el közvetíteni, és nagyon várjuk azt, hogy valós, konkrét, erőteljes lépések történjenek. Azért fontos az, hogy az első kezdet az a bérrendezés legyen, mert az egy azonnali reakciót vált ki, tehát nem mindenki ment el külföldre, ezt jelezném, nagyon sokan pályaelhagyók, és itt vannak az országban, végzettséggel, szakképzettséggel, hozzáértéssel, más területeken, és ők vissza tudnának rögtön állni a rendszerbe, hogyha megfelelő bérezésük lenne. Mi mindenféleképpen bízunk abban is, hogy ezek a megmozdulások eljutnak a döntéshozók felé, eljut az ágazati vezetés felé, ahol most nagyon nagy várakozással várjuk, hogy ki lesz a következő ágazati vezetőnk. Bízunk benne, hogy esetleg valóban, ami a követelésünk között is szerepel, hogy egy minisztérium felállítására is akár sor kerülhet, bár erre igazából nem kaptunk olyan ígéreteket, ami biztató lenne, és természetesen el akarjuk juttatni azokhoz, akik a másik oldal, akik naponta találkoznak velünk, a betegekhez, a hozzátartozókhoz, akik miatt mi vagyunk. Tehát a rászorulókhoz, az ellátásra várókhoz. Hogy ők is tudják azt, hogy akkor, amikor sorokat kell várni, akkor, amikor a nővér nem ér oda időben, akkor, amikor fáradt az orvos, és lassabban mennek a dolgok, az bizony ez miatt van, hogy leterheltek vagyunk, kevesen vagyunk, és sajnos az utánpótlásunk az nagyon nem látható. Ezért is folytatjuk tovább a harcunkat. Tehát az a 6 pont, a petíciónk, semmi választ nem kaptunk rá. Ez a baj, hogy elmennek a pályáról az emberek, tehát pályaelhagyók lesznek, illetve külföldre napi 3 nővér, 2 orvos hagyja el az országot, és nincs meg a biztonságos betegellátás. Mindig azt kérdezik, hogy mi csapta ki nálam a biztosítékot, amikor reggel bemész egy osztályra, meglátod a beteganyagot, és lesz egy gyomorgörcsöd, hogy látom el ezt a mennyiségű beteget, és már ott akkor tudod, hogy ennyi beteget te becsülettel ellátni nem fogsz tudni. Az ember egy idő után azt mondja, hogy ezt itt így nem. Hogy nyilván a létszám hiány az... Így van, igen, az utánképzés sincsen meg. Tehát azt mondom, hogy az én korosztályom, az utolsó generáció, akik megkaptuk még a megfelelő képzést, tényleg még olyan iskolákat végeztünk, és megkaptuk a szakma szeretetet. Tehát mi azért vagyunk még a pályán, mert belénk ívódott a szakma szeretet. De az, aki ma jön, egy-két hónap után föladja, mert rájön, aki tényleg csinálni akarja, hogy ezt így, ilyen körülmények között ő nem tudja megtenni. Úgyhogy ez a bérrendezés, tehát ez nem egy bérharc, ez a biztonságos betegellátásért folyó küzdelem, aminek sajnos a része a béreink emelése.